Na sziasztok mindenki, itt van velünk Hugom. Sziasztok! Múltkor nagyon tetszett nektek az a rész, hogy buta kérdéseim egy egyetemistához, és ugye Vivi 14 éves korától a falusi életből kiszakadt a városi életbe, ugye Kiskun Mancsára, utána pedig most már Szegedre jár, úgyhogy ezeket a tapasztalatokat fogjuk ő elmondani nektek, hogy milyen a falusi élet. Beszéltük a Vivivel, hogy ránk falusiakra ne úgy gondoljatok, hogy a tehenet feljük meg ilyenek, de azért a fahordás, tényleg az, hogy van udvar, nincs hangzavar, csönd van, hogy a Vivi hogyan élte meg ezeket, és mik azok a pluszok. Persze én is jártam a Budapesten, meg Szegeden, meg nagyvárosokba, én is tudnék hozzátenni, de milyen ott élni, mert a Vivi hétfőtől péntekig nagyjából ott van a városban, ott él, több a lehetőség, úgyhogy erről fogunk beszélgetni. Úgyhogy hát 14 évesen azért még gyerek az ember, ugye voltak is problémák, hogy kiszakadtál koleszból, és honvágya van ilyenkor az embernek, de mi volt az első furcsa? És ugye Majsán mennyien laknak Kiskun Majsán? 12 000 körülbelül. Na, Szegeden meg jóval többen, most nem tudom mennyi, úgyhogy Kiskun Majs egy kisváros körülbelül. Hát igen, ott még nem lehetett annyira észrevenni azt, hogy az város. Igen. És Szegeden jobban. Arra gondoltam, Vivi, hogy előnyöket, hátrányokat szedjünk össze. A falusi élet és a városi élet, mert azért jócskán van ő mindennek előnye és hátránya. Jó, először is mi a hátránya a falusi életnek? Hátránya? Igen. Alig járnak a buszok. Igen, mert ott a városban azért sok szó. Persze. Ott 5 percenként járnak. Nincs étkezési lehetőség, hogy te most gondolsz, hogy elmész étterembe, az át kell menned autóval máshova. Bevásárlás, igen. Mert hogyha innen... nagyobb bevásárlást akarsz, akkor itt nem tudod. Igen, innen be szoktak járni a nagyvárosokba vásárolni. Plusz jobban megéri, mivel ugye ott olcsóbbak a cuccok, mint itt a kisboltokban. Akkor mi az előnye a falun? Az egyik legfontosabb, amiről az előbb beszéltünk. Az, hogy csönd van. Meg gyereknevelés szempontból is sokkal igen, jobb, nem? Tehát itt kiengedheted az utcát, városba elüti az autó. Igen. Meg nincs is úgy... Jó, itt is figyelni kell, jó, de... Jó, nincs akkora forgalom. Igen. Meg itt van, tehát az udvarba is ki tud menni, ott, hogyha panelba laksz, nem. Nem tud kimenni, igen, le kell vinni a játszótérre, itt az udvaron bőven meg itt nem az van, még itt az is jó, hogy nem az van, hogy te zárod a kaput, mert hogy ki tudja, ki jön belopni, itt ismersz mindenkit, itt nem fognak bejönni lopni napközben. Falun viszont, ugye itt felénk falun nem annyira nagy a lopás, sőt nem is nagyon-nagyon ritkán van lopás, de például a Pest melletti falukban pedig hát hallunk igen. folyamatosan lopásokat, úgyhogy igen. ez régiónként is változik. Igen. Változik ez az egész dolog. Még az, hogyha elmész valahová, tudsz menni gyalog, mert akkor is 10 perc maximum a gyalogás, hogy átérj a falunak a másik végére. Akkor, hogy mindenki ismer mindenkit, kapcsolatokat mindenki ismer, ápolni, jobb. És a hátrányához még nem mondtunk egy valamit. Ugye Szegeden például nagyon sok a diák munkás. Itt például nincs lehetőség, nagyon kevés lehetőség, nagyon kevés lehetőség van, és nagyon nehéz itt a munka lehetőség a diákoknak. A városba mennek itt is a diákok. Igen. Például te is a tévéhez mentél be a városba, mert itt igen. például a te médiáddal nem lehetett igen. volna semmit csinálni. Igen, meg ha valaki ugye, de városban is vannak azért családi házak, csak ott azért többe kerülnek sokkal a családi házak, de például itt ja, lehet, hogy egy panelban nem tudnék live-olni, mert ha ordibálok, vagy valami, igen. akkor azt hallanám. Meg az is előny, hogy olcsóbban veszel házat, mint mondjuk egy városban. Hát igen, ez egyértelmű, de úgy ugye a kereseti lehetőségek igen. is változnak. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes tényleg, itt nálunk 1200-an laknak. Mondjuk a fizetés az nem tudom, az most már más téma. A diák melóra mennyit fizetnek? 1000 forintos nettóra bért adnak azért? Nem mindenhol. Nem mindenhol adnak. Nagyon kevés helyen van az, hogy 1000 forint vagy fölötte. Igen. Tehát 1000 forint alatt van a diák munka. Most javíts ki a tévedek, de ugye a diákoknál csak a... az adót csak azt a 15%-ot vonják, ezért kapnak többet a diákok, igen, mint a felnőtt. Nem tudom hány százalék, de biztos, hogy kevesebbet kell. Igen, azért szoktak nekik úgy gondolom többet adni, és nagyon sokan dolgoznak ugye egyetem mellett, meg fősuli mellett, hogy tudják fizetni a rezsit, mert ezt beszéltük múltkor a videóban, hogy a kolesz ott 10 000, de egy albérlet már ott lenne 70-80 000 forintnál, úgyhogy nagyon-nagyon durva. Plusz rezsi. Város hátrányai. Hátrányai, hát nagy a zaj. Nagy a zaj, igen. Itt éjszaka is össze-vissza mennek, szirénáznak. Nagyobb az esélye, hogy megtámadnak.
Igen, hát de igen, igen, és erre nagyon igen kell figyelni. Tehát én este nem szoktam egyedül mászkálni. Napközben még oké, de este már nem. Igen, nagyon figyelni kell oda, igen. Meg most ez lehet, hogy bunkóság, de nagyon sok a kéregető, és valaki lássaszorul csak kéreget. És jó, nem tudsz mindenkinek adni, oda jön hozzá, de egy nap öt ember, nem fogsz mindenkinek adni. Hát igen, de ez nem bunkóság, mert nagyon sok csaló van. Igen. Vannak bérkoldusok mm-hmm is, én is találkoztam velük. Én is nagyon szeretek adni nekik, de lehet látni azért, hogy kinek kell adni, kinek van tényleg szüksége rá, vagy ki az, akinek van hol lakni, csak például dolgozni nem akar elmenni, és akkor ő kéreget, és akkor adnak neki, és megvan a napi bevétele neki is. Mi a hátránya még a városnak? Hát nem ismersz mindenkit, nem tudsz úgy. Igen, igen, meg ha kiköltözöl faluból, azért a régi barátok azért eltávolodnak. Hát igen, igen, tehát hogyha ott vagy, tehát sok ideig ott vagy, vagy körülbelül oda is költözöl, akkor úgy nem, nincs mindenkinek ideje arra, hogy most te haza gyere, vagy ő menjen el haza. Igen, alkalmazkodni egymáshoz, úgyhogy így a régi baráti kapcsolatok sajnos megromolhatnak. De biztos a kommentben is le tudjátok írni ezekről a véleményeteket. Jó, hátrányához majd, ha még eszünkbe jut, előny. Előny. Gyors kajádák. Ha nem akarsz főzni, beülsz valahova, de nekem mondom, én is, nekem ez ilyen nagyon nagy csoda volt, amikor én először, hogy én rendeltem is házhoz, kifizetett kártyával, és házhoz hozzák a kaját. Nekem ilyen nagy csoda volt. Gondolom, akkor lesz az is, ha rendelsz, akkor visznek persze kaját. Egyértelmű. Látod, és ott van, közel van, akkor inkább elsétálunk. Igen, közel mint, van. Akkor az előny, gyorsan jönnek a buszok. Igen, tehát buszok, villamosok, azok gyorsan jönnek. Akkor hátrány, hogyha nincs bérleted, viszont akkor meg igen gyalogolni, vagy biciklizni. Jó, még bicikli az más, de hogy gyalogolni a város egyik végéből a másikba, és a taxi sok lényegesen drágább. Ja, hát itt falun nincs is taxi. Falun nincs is taxi, igen. Igen. A piacrés. Persze. Szórakozási lehetőségek. Az, például, nem tudom, amióta megjelent, bár a tévénél is szerintem érezhető volt, de amióta megjelent az internet, és ezek a dolgok, hogy tényleg itthon is elérhető minden, nem nagyon járnak szórakozni falun az emberek. Megvannak a törzs vendégek, akik járnak. Meg hát itt nincs is úgy szórakozó hely, mondjuk, hogy diszkó, jön meg van, hogy minden héten kedden vagy szerdán van valahol buli, egy adott helyen itt nincs ilyen. Igen, tehát nagyon ritkán van, meg bálok vannak, de ugye ott nagyon be tudsz ülni koktéloshoz, be tudsz ülni, mit tudom én, bárhova. Ja, minden héten van valami buli, csak és hétköznap. Igen. Tehát nem az, hogy csak hétvégén, ott hétköznap is ott van. Hétköznap is van buli, igen. Gondolsz, hogy te elmész bulizni, az jó érzed magad. Az már más kérdés, hogy igen, hogy beérsz a iskolába másnap reggel. Erre nagyon figyelni kell, hogy az egyensúlyt megtalálni. Jó, igen, és a mozizási lehetőségek. Jaj, tényleg, az nagyon jó. Nagyvárosokban vannak mozik, és tényleg ilyen 1500-600 forintért be tudsz ülni moziba, eszel egy kis popcorn, 3000 forintból elmész jó érezni magad, itt pedig interneten megnézed, vagy valami. De és most már a nagyvárosokban is szerintem ugye előfizetnek inkább ide a sorozatokra, vagy megvárják még kijön, és egyre kevesebb, érezhető, hogy kevesebben járnak moziba, amikor kijön egy jó, persze egy váravár film, tele vannak a mozik, de érezhetőbb már itt is a csökkenés. Úgyhogy a mozi is szerintem egy nagyon fontos, mert mi itt vagyunk Rémen, egy háromszögben, fölöttünk van Kecskemét, Szeged és Pécs. Mindegyik egy óra, körülbelül másfél óra, és közelebb nincs mozi. Halason, bocsánat. Halason van mozi. Bocsánat, Kiskun, Halason már van mozi, igen, úgyhogy az közelebb van. Rémen nem veszel meg 10 tejet, mert nem éri meg, de hát ha bemész városba egy 10 tejet, lényegesebben olcsóban ja, vesz hát meg igen az ember. Ugye ez is ugye nagyon sok embernek sokat számít. Mondjuk, hogyha már hozzászámoljuk azt az üzemanyagot, amiben akkor bemegy az ember, lehet, hogy már ugyanott ja van. Úgyhogy mit gondolsz, hogy jobb volt itt falun, vagy város? A több lehetőség miatt város? Nem tudom, nem tudnék így dönteni. Ott Kiskuma is az, hogy a kettő között város és falu is az ott úgy pont jó. Aha. De mondjuk ma is nincs mozi, de ez így jó, hogy Szegeden ott a mozi, és akkor gondolok egyet, az másnap nem megyünk moziba. Vagy kajálni. Vagy kajálni. De nekem az a tömeg, az tényleg... Igen, azt nekem is nehéz megszokni, mert felszállok a villamosra, ráadásul bőröndel, hogyha mondjuk épp megyek haza, vagy megyek vissza a koleszba,
felszállok, és akkor mindenki ilyen mérges tekintettel nézem, hogy még ezt is felhozott. Igen, meg azért látszik az emberekkel, hogy megvannak úgy viselve, ránéz az emberre, hogy igen, na már megint. Igen, senki nem most, hogy mindenki csak így felszáll, hogy jaj, végre kivételek, végeztem. Vannak kivételek, de igen, de nagyon olyan fancsoli képet vágnak. Én például panelban nem tudnék lakni, örülök, hogy kimehetek ide az udvarra. Az meg az a rohanás, Pesten még jobban jellemző. Én nem gondolom, az a rohanás, is, minden, annyi információ áramlik hirtelen hozzád, hogy nem lehet feldolgozni. Azt én is észrevettem, hogy sokkal gyorsabban gyaloglok, mióta ott vagyok Igen, gyorsabban. Sietni kell, mert mondjuk, hogyha nem érem el az 5 perccel vagy 10 perccel előbbi trollit, akkor meg lekésem a buszomat. Szóval látom az embereket mindig. Tudom, van, amikor nem sietek, akkor én is nézem, hogy mit fut. Azt lehet, hogy valahova oda kell érnie, és muszáj az 5 perccel előbbi trollit elérni. Például én ezt azt szoktam mondani, hogy valaki nagyon siet, például amikor vezetünk, hogy ki tudja, hogy miért siet. Lehet, hogy nagyon nagy probléma van. Sohasem tudhatjuk, hogy valaki miért siet. De ez nagyon jellemző a nagyvárosokról, hogy ez a rohanás, én nem tudnám megszokni. Több lehetőség, de hát mindennek van előnye, hátránya. Amit kihagytunk volna, azt írjátok le kommentbe. Vivinek, hát nem tudom, nehéz volt megszokni? Most már megszokta az ember. De nem volt nehéz, tehát meg voltak ott ismerőseim is, akik ott segítettek, hogy mi hol van, mi merre, meg mire szálljak föl, hogy hova jutok, hogyha valamire felszállok, meg ott volt a térkép. A térképen mutatta a villamos megállót, hogy nekem hol kell leszállnom. Ja, igen, és a másik, amit még kihagytunk, a fűtés. Itthon össze kell vágni a fát, tüzelni kell, de ott a panelba vagy ilyen helyeken nem kell ezzel dolgozni. Ja, meg a háziállat. A háziállat, tényleg az udvarokon a háziállat. Viszont panelekben is vannak kutyák, cicák. Hát ja, ez egy külön sztori, ez a panel sztori, de mondom, vannak ott is családi házok, de az van, lényegesebben drágább. Főleg a belvárosban ott nincsenek családi házok. Ott üzletek hátán, tényleg annyi vállalkozás van, hogy hihetetlen. Ugye, hát ez nagyon kemény. Jó, és persze, aki mezőgazdaságban dolgozik és falun él, ugye az, ha ő kerül ki városba, neki még furcsább lehet, hogy például aki a tehenekkel foglalkozik, birkákkal, vagy mármi, hogy aki... Az unatkozna városban, nem tudom, lehet, mit csinál. Lehet, úgyhogy de nyugodtan írjátok le a véleményeteket ezzel kapcsolatban. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, és jövünk majd a folytatásra. Köszönjük a hugomnak, hogy megint rászánta magát egy videóra. Köszönjük szépen. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és jövünk majd. Sziasztok!